örülök, hogy ilyen szép lányra találkozom. Szia, Lara vagyok. Vanda vagyok. Örülök. Milyen jó kis hajad van, tök jó. Igen, most ilyen viking stílusban. Viking stílus? Igen. A piercing is azért van? Hát az ilyen extrém, szeretem a vad dolgokat. Wow, nem gondoltam volna, ilyen kis helyes kis arcod van. Jó, nyilván a piercing az egy kicsit dob rajta. Tehát igen, nyelv piercingem is van. Wow, az igen, nagyon vagány. De még mielőtt elütnek, szerintem menjünk a járdára. Na, szóval szereted a vad dolgokat, akkor igen. Az újdonságokat is, hát, nem? Annyira nem. Az extrém dolgokat szeretem. Hát ez is extrém dolog, amire elhívnálok. Nyilván nem véletlenül állítottalak meg, egyrészt meg csinos vagy. Köszönöm. Másrészt meg el szeretnélek hívni egy forgatásra. Milyen forgatásra lenne szó? A videónak az a lényege, hogy így, ahogy vagy, ebben a ruhában le kellene fürdened. Ruhában? Aha. Az igen, hát ilyenről sem hallottam. Hát ez már elég extrém. Igen, ilyenről még nem hallottam, ez nagyon extrém. Sőt, ha még börtözben lennél, akkor az még jobb lenne, de... Hát, de majd legközelebb, ha mégis megtetszik, akkor majd még olyat is csinálhatunk. Hát nem tudom. Ezt így most így hirtelen be? Hát amikor időd van, igazából én csak most megállítottam, akkor egyáltalán mennyire vagy nyitott az új dolgokra, szeretnél-e kipróbálni? Az új dolgokat nem annyira szeretem, de ez annyira extrém, hogy ezt mondjuk kipróbálnám. Aha. Ugye azt szokták még kérdezni esetlegesen, hogy le kell levetkőzni, mert mindenki erre gondol, hogy biztos erre kell. Persze, én is erre gondoltam. De nem kell, tehát nem ez a lényege. Itt ez, ennek az a lényege, hogy a ruha rajtad hogy lesz vizes. Ezt szeretik az emberek, az is van neve, hogy wet look. Uh-huh. Tehát vízes ruhás. Igen, értem. Történésről van itt szó. Gondolom fürdeni azért szoktál. Igen. Megszeretsz is. Ráadásul itt közelben van egy medencés hely. Úgyhogy medencében még érdekesebb, mert azért ott csak tudsz játszadozni, úszkálni bármi, pancsikálni, és akkor ott még jobb lehet a történet. Ez elég érdekes. Még jól is tudod magad érezni, ez egy érdekes élmény egyébként, ha vízes lesz a ruha rajta. Tehát gondolom mindenki általában fürdőruhában szokott fürdeni. Igen, fürdeni, hát vagy... nem volt még ilyen szerintem. Volt valamilyen egyéb extrém élményed? Hát nem nagyon, de megfogadtam, hogy szeretném.